Rákosmente önkormányzata 2023-ban is meghirdette energetikai pályázatát. A város vezetés a családi, valamint társasházak energetikai felújításához és korszerűsítéséhez nyújt anyagi segítséget. A kerület vezetése ebben az esztendőben is megszervezi nyári napközis táborát. A június 26-a és augusztus 18-a közötti turnusok valamelyikére a 7 és 12 év közötti gyermekek még egészen május 31-ig jelentkezhetnek. Anyák napi köszöntés. Megtartotta az ünnephez kapcsolódó rendezvényét a Holdsugár Gondozási Központ és Idősek Klubja. Köszöntöm Önöket, a Rákosmente Televízió krónikáját látják a kerület legfontosabb eseményeivel. Rákosmente önkormányzata idén is közzétette energetikai pályázatát, mely ebben az esztendőben az eddigieknél magasabb keretösszeggel járul hozzá. A támogatást azoknak a 2008. december 31-e előtt épített lakóingatlanoknak tulajdonosai vagy tulajdonosi közösségei igényelhetik, akik a 17. kerületben rendelkeznek a korszerűsíteni kívánt lakóépülettel. A május 31-i beadási határidővel meghirdetett pályázat részleteit dr. Bakos András alpolgármester ismertette. Rákosmente önkormányzata idén is több célterületre vonatkozó pályázati lehetőségeket hirdetett meg, közöttük az energetikai támogatást, amelyre azok a 17. kerületben található és 2008. december 31-e előtt felépített lakóingatlanok tulajdonosai vagy tulajdonosi közösségei jelentkezhetnek, akik az épületek energetikai korszerűsítése előtt állnak. Dr. Bakos András alpolgármester elmondta, a város vezetés által erre a célra odaítélhető összeg mértéke a felújítás összköltségének maximum 30%-a, ami családi házak esetén legfeljebb 500 000 forint, míg a társasházak esetében 3 millió forint lehet ingatlanonként. Az alpolgármester továbbá rámutatott, az energetikai támogatás már a tavalyi esztendőben is sikeres volt a pályázók körében. Nagy sikerrel zajlott. A családi házas részben 18 darab pályázatot tudtunk díjazni, ezek nyerték el a támogatásokat, ez 5,9 millió forint értékben. A társasházak részéről pedig 6 darab pályázat érkezett be, ez 9,3 millió forint értékben. Tehát közel volt mind a 10 milliós határhoz, mind a 7 milliós határhoz a egyes pályázati részek összege, ami azt eredményezte, hogy az idei évben ezt emelnünk kellett. A pályázaton elnyert pénzösszeg felhasználható többek között hőszigetelésre, megújuló energiaforrású rendszerek telepítésére, a fűtés vagy a melegvíz ellátásának korszerűsítésére, valamint az épületgépészeti berendezések felújítására. Társasházak esetében a juttatás a kémények, valamint a liftek energetikai rekonstrukciójára is fordítható. A bővülő lehetőségek és a megnövekedett érdeklődés miatt a 2023-as évben még nagyobb költségkeretet biztosít mindenre a városvezetés. A családi házak esetében ugye 7 millió forintról 15 millió forintra emelkedik, és társasházak esetében is 15 millió forintra emeltük ezt a keretet. Ugye most a ukrán háború miatt kialakult energiaválság az elég jelentősen sújtja a családokat és a társasházakat is, ezért próbálunk így segíteni. A pályázat leadási határideje május 31-e. A témával kapcsolatban további részletes információt a www.rakosmente.hu oldalon az ügyintézés menüpont alatt találnak az érdeklődők. Rákosmente önkormányzata június 26-a és augusztus 18-a között ebben az esztendőben is megszervezi nyári napközis táborát, melynek helyszínei ezúttal is a Zrínyi Miklós és a Gyurkovics Tibor általános iskolák lesznek. A jelentkezés már elindult. A nyári tábor 17.hu weboldalon található nyomtatványt május 31-ig kell kitölteniük a 7 és 12 év közötti gyermekek szüleinek. Idén is megrendezésre kerül Rákosmente önkormányzatának nagy hagyományokra visszatekintő nyári tábora, amely 8 héten keresztül üzemel a vakáció ideje alatt. Az első turnus június 26-án indul, és mindkét előre kijelölt intézményben augusztus 18-áig fogadják majd a táborvezetők a diákokat. Dr. Füzesi Péter alpolgármester kiemelte, az érintettek egészen május 31-ig jelezhetik részvételi szándékuk.
Az elsős és hatodikos korosztályt várjuk kizárólag, ez 7 és 12 év kor között van, és interneten, e-mailben lehet jelentkezni, és a befizetéseket pedig személyesen lehet majd megtenni a táborvezetők útmutatása szerint. A szervezők a tanulók számára közösségi élmények mellett felhőtlen szórakozást is biztosítanak, mivel a változatos programok és kirándulások minden héten más-más tematika köré csoportosulnak. Az alpolgármester hozzátette, a városvezetés ebben az esztendőben is lehetőséget biztosít a speciális nevelési igényű gyermekek nyári kikapcsolódására. A Zrínyi utcai általános iskola fog elsősorban helyt adni ennek a rendezvénynek, illetve a különleges nevelést igénylő gyermekek számára pedig a Gyurkovics Tibor általános iskolában lesz a nyári tábor megszervezve, ami azt gondolom, hogy nagyon kevés kerületben elérhető, hiszen ez egy nagyon speciális feltételeket és személyi és tárgyi feltételeket biztosító intézmény kell, hogy megszervezze. A táborban való részvétel feltétele a jelentkezési lap kitöltése és beküldése, a nyomtatvány a nyáritábor17.hu weboldalon érhető el, ahol egyéb hasznos információk is megtalálhatóak. Anyáknapi rendezvényt tartott a Holtsugár Gondozási Központ és Idősek Klubja a Vigyázó Sándor Művelődési Központban. A közel 60 fő részvételével megvalósuló program keretében a Rákosmenti Összefogás Óvoda pillangó csoportja készült a jeles naphoz kapcsolódó versekkel és dalokkal. Az események köszöntőt Szabó Tiborné önkormányzati képviselő mondott, a helyszínen jelen volt továbbá Fehérné Kugler Andrea, a Holtsugár Gondozási Központ és Idősek Klubja intézményvezetője. A Vigyázó Sándor Művelődési Központban tartotta meg idén az Anyák Napjához kapcsolódó rendezvényét a Holtsugár Gondozási Központ és Idősek Klubja. Az ünnepségen résztvevőket Szabó Tiborné, Rákoshegy önkormányzati képviselője köszöntötte, és mint fogalmazott, anyának, nagymamának vagy dédnagymamának lenni a legcsodálatosabb dolog a világon. Megtisztelő, hogy felkérést kaptam az ünnepi köszöntésre. Azt hiszem, a legszebb ünnep a nők számára. Anyának, majd nagymamának, netán dédinek lenni, szerintem a legcsodálatosabb dolog a világon. Anyává válni, életet adni, úgy gondolom, a legfelemelőbb dolog egy nő életében. Gondoskodni az új életről, látni a növekedését, fejlődését, egyengetni lépteit, beszédre tanítani, lassan bevezetni az életbe. A Rákosmenti Összefogás óvoda dalokkal és versekkel készült a megjelenteknek, a kisgyermeknevelő intézmény pillangó csoportja adott a helyszínen műsort. Amint papné Veszprémi Júlia intézményvezető kitért rá, örömmel fogadták el ezt a felkérést. Évente több alkalommal szoktunk óvodán kívüli rendezvényeken is részt venni. Legutóbb itt voltunk egy másik idősek klubjának a nőtagjait köszönteni, de kerületi rendezvényeken is szívesen fellépünk. Amikor lehetőségünk van rá is hívnak, akkor jövünk. Varsányiné Kis Bernadett klubvezető elmondta, a nagyobb rendezvényeiket a művelődési központban szervezik meg, hiszen jelenleg 100 személyt tartanak számon a nappali ellátásban. A klub hölgy tagjai nagyon várták az anyák napi rendezvényt, ugyanis sokat jelent számukra ez az ünnep. Nagyon bensőséges és meghitt ünnep ez számukra, hiszen valakinek ugye sajnos már nincs úgy családja, vagy a gyerekei is ugye külföldön tartózkodnak, és így a klubtagok is jobban megismerhetik egymást, és ez a kis közösség nagyon szeret együtt lenni, és együtt tölteni az időt. Az évenkénti rendszerességű programon idén közel 60 fő vett részt. Jelentős érdeklődés mellett zajlott le a BRFK 17. kerületi rendőrkapitányságának szépkorúak számára megtartott nyílt napja április 27-én. A jelenlévőket Rákosmente 3 idős klubjának tagjai alkották, akik elsőként egy előadáson vehettek részt, amely a Budapesti Áldozatsegítő Központ munkáját mutatta be, majd a rendőrség épületében is látogatást tehettek, amely során többek között az előállító helyiséget, valamint a fegyverszobát tekinthették meg. Ismét nyílt napot tartotta a BRFK 17. kerületi rendőrkapitánsága. Ezúttal a szépkorúak nyerhettek betekintést a rendvédelmi szervezet mindennapjaiba.
Az eseményen a Ligeti, valamint a Holtsugár gondozási központnak, továbbá a Rákoskerti idősek klubjának tagjai vettek részt. A megjelenteket elsőként Horváth Lajos rendőr ezredes, a 17. kerületi rendőrkapitányság vezetője köszöntötte. A folytatásban dr. Siklósi Dutkai Zoltán, az igazságügyi minisztérium vezető kormány tanácsosaként a Budapesti Áldozatsegítő Központ munkáját mutatta be a jelenlévőknek. Farkas Brigitta rendőr őrnagy, bűnmegelőzési tanácsadó a rendezvénnyel kapcsolatban kiemelte, a nap egyik legfontosabb célja a nyugdíjasokkal való bizalmi kapcsolat kiépítése volt, valamint az érintett korosztály közelebb hozatala a rendőrség tevékenységéhez, melyet a nap folyamán interaktív foglalkozásokkal szemléltettek. Egy technikus kollégám, Farkas Sándor rendőrőrnagy, ő mutatta be a technikusi munkát tulajdonképpen az időseknek, beszélt a szépségeiről, beszélt arról, hogy a nehézségeiről, arról, hogy hogyan tudjuk egy új nyomból, illetve fülnyomból, vagy bármiféle nyomból, hogyan tudunk bizonyítékot eszközölni, illetve utána a rendőrségi fegyverszobát, illetve a rendőrségi felszerelést mutattuk be az időseknek. Béres Istvánné rendszeresen részt szokott venni ilyen és ehhez hasonló előadásokon, melyek azért különösen fontosak a számára, mert szeretne pontosan tisztában lenni azzal, hogy milyen módszerekkel tudja megóvni az értékeit a közvetlen környezetében esetlegesen felbukkanó bűnelkövetőktől. Sajnos a családi állapotomtól fogva megözvegyültem, és egyedül lakom lakótelepi lakásba, és itt is nagyon fontos lenne, hogy tudjak kapni információkat arról, hogy hogyan vigyázzak az értékeimre, hát ami már nem nagyon van, de azért van. A nap második felében az érdeklődőket a rendőrség épületében is körbevezették. Ez a program pedig abban a helyiségben ért véget, ahol a Rákosmente önkormányzata által telepített térfigyelő kamerák felvételei láthatóak a kerület sokak által felkeresett közterületeiről. Most következzen néhány fontosabb hír a közelmúlt eseményeiből. Április 28-án kezdték meg a szakemberek a Naplás és Tarcsai út közötti utcák forgalmi szabályozását, melynek részeként először a meglévő sebességcsökkentő küszöbeket fogják átépíteni, majd azokból újabbakat is telepítenek, illetve kiemelt csomópontokat hoznak létre a kivitelezők. A terület lakópihenővezeti besorolást kapott, amely tiltja az átmenő forgalmat, és 20 km/h megengedett legnagyobb sebességet ír elő. A fejlesztés aktuális állapotát Horváth Tamás polgármester, Halász Dezső, Rákos Csaba újtelep önkormányzati képviselője, valamint Horváth Lajos rendőr ezredes, a 17. kerületi rendőrkapitányság vezetője személyesen tekintette meg a helyszínen. 2022. novemberében helyezték ki a lakó pihenőövezeti besorolást jelző táblákat a Naplás és Tarcsai utak által határolt utcákban. Ezeket a munkálatokat több lakossági egyeztetés, valamint egy írásbeli szavazás is megelőzte. Végül a legtöbb voksot magáinak tudó elképzelés lépett életbe, így megkezdődtek a meglévő sebességcsökkentő küszöbök átépítése, a későbbiek során pedig az újak telepítésére is sor kerül, emellett a kivitelezők kiemelt csomópontokat hoznak majd létre. A projektben a Szent Imre Herceg út és az Almásháza utca között 15 utca érintett. Horváth Tamás polgármester a beruházás aktuális állapotát személyesen tekintette meg. Mint elmondta, bízik abban, hogy az intézkedések az M0-as autóútról letérő gépjárművek által generált jelentős mértékű forgalmat enyhíteni fogják a jövőben. Most az idejében ahhoz, hogy a lakópihenővezetnek megfeleljünk, ezért a fekvő rendőröket, vagy forgalmasító küszöböket hivatalos nevén most magasabbra kell emelnünk, és meg is nagyobbítjuk őket. Ezáltal is próbáljuk fizikailag kikényszeríteni az autósoktól azt, hogy a 20 km/h sebességet tartsák be, és a lakópihenővezetben felhívnám mindenki figyelmét, hogy átmenő forgalom nem lehetséges, tehát a szabálytalanságot követel, aki csak át közlekedésre használja ezt a területet. Úgyhogy mindenkinek javaslom a Tarcsai Szent Imre Herceg út, Naplás út kerülést. Gyorsabban is át fog jutni arra, hiszen itt most a fekvőrendőrök elhelyezésével nagyon le fog lassulni majd a közlekedés. Bízom abban, hogy jelentősen tudjuk csökkenteni majd az itt szabálytalanul átaladó autóforgalmat. A helyszínen jelen volt továbbá Halász Dezső, Rákos Csaba újtelep önkormányzati képviselője,
valamint Horváth Lajos rendőr ezredes, a 17. kerületi rendőrkapitányság vezetője, aki rámutatott, hogy a korlátozások ellenére is lehetnek majd szabályszegések. Ezért ennek visszaszorítására az Almásháza utcában ezen a reggelen is fokozott ellenőrzést hajtottak végre a rendvédelmi szervek, akik az autóvezetők lakcímkártyájának elkérésével győződtek meg arról, hogy a szabályoknak megfelelően az utat kizárólag a környéken élők használják el. Az Agrártárca elkötelezett a felelős vízgazdálkodás és az öntözéses gazdálkodás kiszélesítése mellett. Ennek érdekében korábban módosult a vízgazdálkodásról szóló törvény is. Az Agrárminisztérium jelenleg azonban újabb változtatásokat és egyszerűsítéseket indítványoz a kutak szabályozását illetően. Nagy István agrárminiszter a közelmúltban bejelentette, az adminisztratív költségek visszaszorítása érdekében kezdeményezik a kutak vízmérő órával történő felszerelési kötelezettségének eltörlését. Ezzel az 50 méternél nem mélyebb, illetve védett vízbázissal nem érintett területeken minden költség nélkül legalizálhatóak lesznek a kutak egy egyszerű bejelentéssel. 1992 előtt nem kellett engedély, illetve bejelentés a kútfúráshoz, így ezeknek a kutaknak egy része jogszerűtlenül lett telepítve. Idén évvégén pedig lejár a kútamnesztia, a korábban engedély nélkül létesített, az első vízzáró réteget el nem érő mezőgazdasági öntözési célú kutakra. Nagy István agrárminiszter arra hívta fel a figyelmet, hogy a kabinet elkötelezett a felelős vízgazdálkodás és az öntözéses gazdálkodás kiszélesítése mellett. Ennek érdekében korábban módosult a vízgazdálkodásról szóló törvény, az új előírások megkönnyítették a nyilvántartásba vétel folyamatát, ahogyan a vízjogi engedélyezési eljárást is. De itt még nem állhatunk meg, ezért további újításokat és könnyítéseket kezdeményezünk. Az adminisztratív költségek visszaszorítása érdekében kezdeményezzük a kutak vízmérő órával történő felszerelési kötelezettségének eltörlését. Ezzel az 50 méternél nem mélyebb és védett vízbázissal nem érintett területek vonatkozásában minden költség nélkül egy egyszerű bejelentéssel legalizálhatóak lesznek a kutak. Így továbbra is díjmentesen lehet üzemeltetni a korábban létesített és bejelentési kötelezettségnek eleget tevő kutakat. Azon kutak esetében, amelyek helye nem érint vízbázisvédelmi védőterületet, a víz igénybe vétele éves szinten 500 köbméter alatt marad, továbbá nem gazdasági célú, hanem ivóvíz és háztartási igények kielégítését szolgálja, az üzemeltetési engedélyeztetése a helyileg illetékes jegyző hatásköre. Amennyiben ezen feltételek bármelyike nem teljesül, akkor az ügymenet a fővárosi katasztrófavédelmi hatósághoz kerül. Az engedélyezési eljárás illetékmentes, a 17. kerületi tulajdonosok a www.rákosmente.hu weboldalon található nyomtatvány kitöltésével nyújthatják be kérelmüket, személyesen, postai úton, e-papíron, valamint az e-önkormányzati portálon keresztül egészen 2023. december 31-éig. A Rákosmente televízió krónikáját látták, riportjaikat visszanézhetik honlapunkon, a rákosmente.tv.hu oldalon. Vigyázzanak egészségükre, minden jót kívánunk, viszontlátásra!